A békeltető testület különböző fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében segít. Hatáskörébe tartozik az áru készszolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelőségi szabályok alkalmazásával kapcsolatos panaszok, illetve a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói viták rendezése. A testület a beérkezett kérelmek eljárását 90 napon belül lezárja, ha minden szükséges dokumentumot csatolt hozzá a fogyasztó. Idén a tavalyi év azonos időszakához képest több ügyben, az első 6 hónapban 133 ügyben hozott határozatot a testület. Ennél többen voltak, akik hozzánk fordultak, csak ezekből az ügyekből lett olyan panasz, illetve olyan jellegű ügy, hogy békeltető testületi eljárás is történt benne, és határozattal zárult. A 133 ügynek a 18 ában született egyesség minimális százalékban, 1 százalékban tudtunk csak kötelező határozatot hozni, illetve 20 százalékban született ajánlás. Ezen kívül meg kell még említenünk azt is, amikor ugye megszüntetésre kerültek az ügyek, de tulajdonképpen a fogyasztói panasz mégis megalapozott, hiszen a békeltető testületi eljárás megindítását követően és a meghallgatás előtt a felek megállapodtak, és így a fogyasztó vagy visszavonta a kérelmét, vagy közösen állapodtak meg a az eljárás megszüntetésébe, ez 16 volt. A számok alapján az esetek 57 ában a fogyasztói panasz megalapozott volt. Az esetek 17 ában azonban muszáj volt az eljárást megszüntetnie a megyei békeltető testületnek, mert nem pótolta a hiányzó dokumentumokat a fogyasztó. Amikor a testület statisztikát készít, különbséget tesz a szolgáltatások és a termékek között. Ha a termék kategóriát nézzük, évek óta a cipőkkel kapcsolatos panaszok száma vezet, a szolgáltatások területén pedig a közüzemi és híradás technikai szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresések száma a legnagyobb. Ebben az évben egy újfajta panasztal is találkozott a Szabolcs megyei békeltető testület. Évekkel ezelőtt az időjárás miatt leszakadtak az elektromos áram vezetékei, ezért Ibrány is térségében négy-öt napig nem volt áram. A szolgáltatóval szemben akkor közigazgatási eljárást indított az energiahivatal, ez most került az ítélőtábla elé, illetve most született döntés is róla. Ez a döntés olyan, hogy az összes érintett fogyasztóra is vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, és most küldte ki az EON azokat a leveleket, amiket bent tájékoztatja, tehát ennek az ítéletnek a végrehajtása kapcsán tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy ki milyen kötbér összegre érvényes az ítélet alapján, vagy jogosult, és előfordult az, hogy egyik utcában egyit kaptak, másik utcában annyit, tehát részletesen az ítélet meghatározza, hogy hogyan kell kiszámolni a körbért, hogyan kell az árammal nem érintett időszakot kiszámolni. Ezzel viszont a fogyasztók nem voltak tisztában, és úgy gondolták, hogy ha másik annyit kapott, akkor neki is annyit kellett volna kapnia. Illetve még megjelentek olyan panaszok is ugyanezen témakörben, amikor az eredeti, akkor még fogyasztói szolgáltatás, szerződésben lévő ügyfél vagy elköltözött, vagy meghalt, és akkor az jogutódlással kapcsolatos panaszokkal fordultak hozzánk. A békeltető testületnek nincs eljárási díja, bárki díjmentesen igénybe veheti a szolgáltatást. Ami fontos, hogy a kérelem tartalmazza többek között a fogyasztó nevét és elérhetőségét, az ő álláspontját és bizonyítékait, az érintett vállalkozás adatait, illetve nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügyrendezését.